Fidesz korábban az előző kormányok idején azt állította, hogy az áremelkedéseket, az energiaárak emelését, illetve az üzemanyagárak emelkedését meg lehet állítani, csak akarni kell. És erre különböző idézeteket gyűjtöttünk össze a fideszes politikusok szájából. A Fidesz szóvivője 2006-ban azt mondta, hogy ha tankolás közben felbosszantja a magas benzinár, akkor gondoljon arra, hogy mindezt a kormány felelőtlen kijelentésének köszönheti. Hát, van benne igazság. A benzinárak nem a világpiaci ár, hanem a forint gyengülése miatt szöktek az egekbe. Ez pedig a kormány gazdaságpolitikájának a következménye, mondta 2006-ban Szijjártó Péter. Vagy azt mondta Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője, hogy a Fidesz támogat minden lépést, amely alacsonyabb benzinárakat eredményez, mondta ez 2005-ben Rogán Antal képviselő úr. Az üzemanyag árak féken tartása azért különösen fontos, mert a benzin és a gázolaj árának emelkedése miatt más termékek is drágulnak, az infláció pedig tovább növekszik, mondta Varga Mihály 2008. júliusában. Egyetértünk a politikusokkal, valóban úgy van, hogy a kormány felelőtlen gazdaságpolitikája miatt az egekbe szöknek a benzinárak, és ez ellen a fideszes politikusok tehetnének, ha más nem, akkor ha visszaidézik a korábbi kijelentéseiket, akkor az alapján is, például a jövedéki adó csökkentésével, vagy éppen a forint árfolyamának a stabilizálásával és alacsonyabb szintre szorításával, hiszen tudjuk, hogy három tényezőből tevődik össze az üzemanyagár ára, az üzemanyagok ára, az egyik az a beszerzési ára az alapanyagnak, ez általában ugye nem mi tudjuk befolyásolni, hiszen a világpiac szerdönti, hogy mennyiért lehet venni, viszont hogy dollárban fizetünk érte, emiatt a forint árfolyam nagyon jó, hogyha erős a forint, és jóval kevesebbet kell fizetni a gázolajért, illetve az alapanyagként jelenő kőolajért, és természetesen a harmadik tényező, ami az üzemanyag árat befolyásolja, ez az adóknak a mértéke. A Fidesz korában arról beszélt, hogy csökkenteni kellene a jövedéki adóját az üzemanyagoknak, ehhez képest két évvel ezelőtt is emelték, tavaly is emelték, így aztán egekbe szökött a benzin ára. Ma éppen 440 forint a benzin, a 95-ös benzinnek az átlagos ára, ez még a régióban is a legdrágábbnak számítható. A régióban az egyik legdrágább üzemanyagár Magyarországon van. Mit lehet tenni? Hát van egy siker szereplője ennek a fideszes kormányzatnak, úgy hívják, hogy Németh Szilárd, csepeli polgármester, ő egyben az árcsökkentésért felelős kormányzati szereplő, és természetesen ő Csepel polgármestere, országgyűlési képviselő és fővárosi közgyűlési tag is, tehát minden hatalmi pozícióban ott van, ahol tehet ez ellen. Arra kérnénk tehát Németh Szilárdot és a Fidesz frakciót, hogy korábbi kijelentéseinek megfelelően csökkentsék az üzemanyagok árát, hiszen így az embereknek is egyszerűbbé és olcsóbbá válik az életük. A kormányzati intézkedések világossá tették, hogy ma Magyarországon gyakorlatilag egy belső Trianon jött létre. Azzal, hogy ilyen magasak lettek az üzemanyag árak, gyakorlatilag a belső mobilizációt, a munkahelykeresést is tudják gátolni. Miközben emelkedtek a benzin, miközben a benzinárak emelkedtek, a kormány az intézkedéseivel viszont nem feledkezett meg arról, hogy több tízezer magyar fiatalnak repülőjegyet váltson más nyugati országokban, és mert teljesen ellehetetlenítették az itthoni életüket. Felszólítjuk a kormányt, a Szocialista Baloldali Ifjúsági Mozgalom, hogy fejezze be a fiatalok ellen vívott politikáját, ne gyűlölje tovább a fiatalokat, hanem gondoljon a jövőre.